Hív a vasút, vár a MÁV! Korszerű vonatjainkon kényelmesen utazhat, akár messzire is. Vonatjainkon található WC és étkezési ivási lehetőség. Korszerű állomásainkon kényelmesen áldogálhat és várhat a vonatjainkra. Itt éppen egy Stadler Flirt motorvonat robog be az 5. vágányra 60-ban. Egészségükre, ne feledjék, hív a vasút, vár a MÁV! Itt vagyunk a Liszt apartmanban, én nagyon kicsit le is dőltem. Nem mintha olyan borzalmasan fárasztó lett volna az út, meg a sok sör, meg a meg is étel. De már meg is éheztünk igazából, mert legalábbis ez a nagymamám panaszkodott szegény, de ő mindjárt reszik. Kicsit pihenni fogunk. A kanapén alszom én, a Renike meg a nagymamám alszik azon az ágyon, majd meg fogom mutatni. És hát megérkeztünk, van egy tök jó fürdőszobája ennek a helynek, van egy WC-je, amin nagyon szép és jó időket lehet eltölteni. Bocs, hogy ilyen elfekve magyarázok, ez lehet egy kicsit előnytelen, meg nem túl jó nézni, vagy nem tudom. Most ilyenkor gondolom a Broadcast Hátú című műsorában, mint a negatív példát fog majd felhozni Tibi, hogy így ne vlogoljatok, de most ezt kicsit kidőltem, aztán ki kell pihennem ezeket a fáradalmakat. Majd jövünk vissza. Ott van a Reni és a nagymamámnak a helye, mint az előbb mutattam. És most Renike, mert szépen megkérem, átveszi tőlem ezt a kamerát, és megkérlek téged, hogy kérlek, hogy mutass körbe ezt az egész helyet. Ahol a WC meg ilyesmit. Szóval akkor egy ilyen house tour. Csak a nagymamát ne. Mert ő mondta, hogy ő nem megedélyezi. Szóval. Tudom. Szóval várjátok, most oda megyek az ajtóhoz, és onnan mutatom az egészet. Tehát itt az ajtó, így belépsz, és ugye itt van egy ilyen nappali and hálószobai kombó. Itt van egy ágy, ott egy kanapé, ahol most éppen az Ári döglik. Aztán itt van kint egy erkély, igazából ez csak egy közönséges erkély. Így kijössz, és akkor így gyönyörű kocsik, kilátás, minden, aztán... Na, várjatok. A budi, a WC. Itt van, gyönyörű budi. Aztán menjünk tovább. Itt egy ilyen asztal, meg itt egy ilyen konyha. Féleség. Aztán itt van egy fürdőszoba, itt a tükör, szavasztók. Igen, és itt az wine-zó. És most visszaviszlek titeket Árinak, Arvidinak. Bocsánat, közben a kedvem így van, és igen. Renike megmutatott mindent? Na, Renike mindent megmutatott, köszönj szépen, köszönj el a nézőktől. Szevasztok! És várjál, még mondd el, hogy még hova megyünk ma. Így hárman. Gekkóba! Ami Szombathelyen az egyik legjobb étterem, mert ott található Magyarország egyik legnagyobb burgere, a... Hamburger. De mi a neve? Mi a Gekkóban. De mi a neve a hamburgernek?
Nagyon nehéz. Hamburger. A Gecko burger. Ja. Na, szevasztok. Szevasztok. Mindenképpen gyertek ide, ha szeretnék egy jót enni, és ajánlom nektek a Gecko burgert. Irgalmatlan, nagyon finom. Ezt mindenképpen ezt nem szabad kiadni. Na szevasz, Rani! Mi újság? Na szevasztok! Semmi különös, most láttam. Itt vagyunk a Gecko étteremben szombathelyen, igaz? Mhm. Milyen volt? Finom volt? Finom volt, nagyon amúgy. Meg... Ez olyan, mint a túrórudi. Kicsit sok is volt, nem? Olyan, mint a túrórudi. Megérdem rá. Magyar nagy díjat. Megérdemli a magyar nagy díjat, igen. Nagyon van akkor. Ha ez finom volt, akkor mehetünk is tovább. Ja. Na hát, végül is hazajöttünk, eléggé fura állapotban, mert hogy gyakorlatilag úgy elásztunk, mint az állat. Lennék a vécén, én meg hát harsan igénybe veszem szerintem ezt a szolgáltatást, ami itt van. Remélem, nincs itt senki. Nem, nincsen. Úgyhogy hát nekem az előző majd ezt, hogy ó. Igen, ez meg is volt. Úgyhogy ez van. Előző nap tehát Gecko-ban voltunk, aztán pedig Renikével elmentünk vásárolni a boltba, amikor ránk szakadt egyszerűen az ég. Aztán ránk virradt, másnap jött. Úgy volt, hogy elmegyünk az uszodába, de végül is a csónakázó tó mellett döntöttünk. Szombathelyen, azzal a különbséggel, hogy ugye már eltelt egy nap, minden tökéletesen indult. Azt terveztük, hogy majd elmegyünk a tóhoz, illetve egy uszodába, ahol van ilyen termálfürdő, meg minden egyéb, és ugye főleg a Reni szeretett volna, mert mondjuk én sem mondtam azt, hogy nem akarom. Viszont aztán sajnos jött egy egyáltalán nem várt esemény, mégpedig van, aki elvette az egész föl a kedvemet, picit szar ízés kedvemmel, tehát ilyenkor nem fogadtam meg a saját tanácsomat. Nem kapcsoltam ki úgy, ahogy van a mobiltelefont, és nem szartam az egész világra. Éppen ezért összevesztem valakivel, és ez rányomta az egész napra a bélyeget, de szerencsére találtunk valami csónakázó tavat, ahová most elmegyünk, és szépen megmutatjuk nektek, hogy ez hogyan is néz ki, és lehet, hogy még ki is tudjuk próbálni. Tartsatok el! Itt vagyunk a tavon. Csalódott vagy? Mi a nyugodt bajod? Semmi. Fáradt. Fáradt vagyok. Kis sétától? Aha. Hát kicsi. Én nem a kis sétától vagyok fáradt, nem tudom. Fáj a lábam. Biztos betagadt, és vastag az oknim, meg melegebb van, és betagadt. Szép azért ez a hely, nem? Szép, igen. Szép. Na, ez a csónakázó tó. Látsz valami csónakázó nevajat? És gondolom tovább van
egy kis interjú, gyors interjú. Most hol vagyunk? Most a tónál. Milyen tónál? Tónafázó tónál. És ez most jó neked? Hát jó. Na miért mit fogunk csinálni? Közben hozom. Közben jönnek italom. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Hoztam 3 tésztát. Rendben. Köszönöm. Mondjuk még étlapot is kaptunk, és nem sokára rendelni fogunk. De és amúgy még mit fogunk csinálni? Ezt még gyorsan. Csólakázunk. Ki fog evezni? Én. Nagymama. Nem hiszem, hogy fogod bírni, de akkor... Milyen vagy akkor? Azt hiszem. Nem tudom. Kicsit nehéz. Fizikai. Fizikai dolog, de mindegy, biztok akkor majd... Rám, jó? Jó, akkor nagyon majd az. Vagyunk, halljunk rá, és vagy valami ilyesmi. Bízunk a nagymamámon, meg az evező képességébe, igaz, Reni? Aha. Igen. Na itt nem. Vagyunk kint a tón, ami a tavon vagyunk, vagy tón? Nem tudsz idejönni. Nagymama, ez hogy helyes? Tavon vagyunk, vagy tón? Tavon. Itt vagyunk kint a tavon, és nagymama evezik. Nagyon... Evezik. Nagyon precízen, szépen és ügyesen. És tök jó csinálja, még az életemben nem csináltam. De nagymama... tészta profi. Jó Istenem, be voltatok kakilva, mi? Már a beszállásnál. Szóval, amint látszik, itt vagyunk a nem tudom milyen tavon. Milyen tó ez? Szombathelyi tó. Hát igen, a Szombathelynek van egy tava, ez a Szombathelyi tó. Csónakázó tó. Csak, mindegy, mindenhol van kamera, amit bele tudok nyúlni. És hát egy darabig eveztem, és mindjárt a nagymama fog. Nagymama is evezett. De nem sokára megint folytatom ezt az evezést, úgyhogy, de nincs itt ilyen kameratartó, bármikor bele tudunk zubogni, de bele tudunk ide esni tulajdonképpen a vízbe. És nem nagyon szeretnék ezt megkockáztatni, mert én olyan nagyon gyorsan nem tudok úszni, főleg, hogyha nincs hova, tehát annyira nem... Tobolyó lesüllyedsz az olyan. Nem egy móka, meg minden az egész. De legalább látjátok, hogy ide is ki lehet jönni ez a tó. Mit tudom, milyen csónakázótó Szombathelyen, gyertek ide, nézzétek, meg itt van mellette valami stadion, ami a Haladó FC, vagy micsoda, valamint a Fradi, legalábbis az ő címere, meg a jele, ilyen fehér, zöld, csík, meg stb. Tök jó hely, menjetek el a Gekkóba is, mi mára ennyik voltunk, kijelentkezünk, sziasztok, és nem tudom, hogy mit akartam mondani, annyit, hogy holnap Hajra. Megyünk haza Szombathelyről, lesz egy kis buszpótlás, és a videó azt hiszem szombaton este fog kikerülni. Na, szervusztok, sziasztok, köszönöm, hogy itt voltatok velem. Hát gyertek ti ide, gyertek ti is ide. Na, ezt akartam mondani, ti ide. Na, hát folytatjuk utunkat hazafelé. Itt vagyunk egy gyeseves, hogy hívják on.
Vonaton. Csak nehéz irányítani. Mindegy. Úgyhogy... kicsit... mondni. És mivel elköszöntünk már a csónakázótónál, de nekem szereplési vágyam van, ezért most folytatjuk a videót. Jól érezted magadat egyébként? Aha, jó volt. Hol volt a legrosszabb? Mindig meglepő kérdéseket teszek fel. Igyekszem. Hol nem érezted magadat a legjobban? Hát nem volt olyan. És hol érezted magadat a legjobban? Nem volt olyan hely. Az volt a legjobb? Na akkor tök jó. Majd egyszer elmegyünk Demién, de azt is felveszünk majd nektek, az egy tök jó barlang. Hát inkább ilyen víz alatti fürdő, vagy nem víz alatti, hanem... minek mondják azt? Barlang. Hát az barlang, de inkább mesterséges barlang, mint barlangfürdő. Hova kell néznem, hol a kamera? Én is azt néztem az előbb. Azt hiszem, ugye? Igen. Jó. De mindegy. Megyünk szépen hazafelé, átszállunk sajnos buszra, és aztán buszról megint ugyanilyen vonatra, ami nem ilyen, hanem már mávos. Aztán elmegyünk keletitől 60-ba, 60-ból pedig jobb ágyról. Köszönjük, hogy itt voltatok, és hogyha megnéztétek ezt a videót. Ez az összeállítást. Ja, ti is menjetek el Szombathelyre, és ti is csak vonattal, a busz rossz. Mondjátok utánam, a busz rossz. Köszönöm. Sziasztok!